A közművelődési díjat Gyáváros önkormányzatának képviselőtestülete a közművelődési kulturális életben kimagasló tevékenységet végzők elismerésére alapította. Azon személyeknek adományozható, akik közösségi munkájukkal, a közéletben való részvételükkel hozzájárulnak Gyál közművelődés és kulturális színvonalának emeléséhez. A következő percekben a gyermek és ifjúsági kategória díjazottjaival ismerkedhetnek meg. A Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékei közül ketten érdemelték ki a közművelődési díjat. Gyermek és ifjúsági kategóriában a 2021. évben ugye a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete javaslatot tett az önkormányzat felé a közművelődési díj adományozására. Vas Éva 14 éve, Uzonyi Kamilla Éva pedig 17 esztendeje a zeneiskola növendéke. Az önkormányzatnál Csétai Balázs, Jurasics Anna, Takács Lili, Kozma Kitti, Pap Dorottya, László Csaba vehette át a díjat. Az ünnepi eseményen a díjazottakat az alpolgármester méltatta. Kitüntetések egy munkának az elismerését jelenti, egyfajta visszajelzést, bíztatást, erősítést, és hát a mai közoktatási díjátadásával ezt szerettük volna elérni. És mindenek előtt örömet okozni nektek, és biztatni titeket, hogy haladjatok tovább ezen az úton, amin elindultatok, és amint szép közösségépítő munkát végeztetek. Bizonyára ti is vagytok sokszor úgy, bevallom nagyon gyakran, hogy akkor, amikor egy üzenet átadására készülök, akkor mindig az az érzésem, hogy az vagy túl sok, amit el szeretnék mondani, vagy túl kevés. Vagy hogyha éppen a mennyiséget meg is találja az ember, akkor vajon érzelmileg rá tud-e hangolódni úgy, ahogyan azt szeretni. És hát tegnap délután gondolkodtam ezen, hogy a mai találkozó mi az, amit át szeretnék adni, elmondani nektek, és hát szembe jött velem egy olyan szöveg, amit megosztani veletek. Természetesen szöveg értelmezésének tág lehetőségei vannak, de én bízom abban, hogy ti pont úgy értitek, és azt az értelmét értitek elsősorban, ami a mai naphoz kapcsolódik, és amit üzenetként szeretnék átadni. Következik a kis történet. Egy antropológus játékra invitálta egy afrikai törzs gyermekeit. Egy kosár finom gyümölcsöt tett egy fa törzs mellé, és azt mondta nekik, az első, aki eléri a fát, megkapja a gyümölcskosarat. Amikor jelezte nekik, hogy induljanak, meglepődött, hogy együtt, kéz a kézben mentek, míg elérték a fát, és megosztották a gyümölcsöt. Amikor megkérdezte tőlük, miért tették ezt, akkor mikor egyikőjük megkaphatta volna az egész kosarat, döbbenten, csodálkozva válaszoltak neki. Ubuntu. Más szóval, hogyan lehet egyikünk boldog, míg a többiek boldogtalanok? Az Ubuntu kultúrájukban azt jelenti, vagyok, mert vagyunk. Ez a törzs ismeri a transzcendens boldogság titkát, melyet más, magukat modern, posztmodernnek mondó civilizált társadalmak úgy látszik már elfelejtett.